Sziasztok! Ez a remek Dynacord Giant készülék úgy került hozzám, hogy hát nem éppen remek. Alapvetően ugye egy nagyon jó kis csöves sok csatornás erősítő. Ugye a problémája az a készüléknek, mindjárt hozok egy csavarhúzót és akkor belenézünk. Szóval az a készülék problémája, hát lehet, hogy ezzel a kis csavarhúzóval nem tudok belenyúlni, úgyhogy kell egy másik. Szóval nagyon pici kis vékony itt a rés, nem olyan egyszerű, ugye ezt a kis fémlapocskát elhúzni, ahhoz, hogy kinyíljon a készülék. Ugye három ilyen kis fémlapocska van. Így látható, ezek így elcsúsznak, és akkor így zárják be a tetejét. Szóval a probléma a következő, hogy a trafója nem túl jó a fény, sajnos, de ugye alapvetően benne vannak a LCC 82-es csövek is, ha minden igaz. És szóval ilyen szempontból rendben van a készülék. Viszont a trafója hiányzik, ugyanakkor nem tudom, mi volt a koncepció. A csövek benne voltak, úgyhogy egy jófajta Siemens L34-es csövek voltak benne. Ez megvan. Illetve egy jó literes Szatmári szilvapálinkát ér. Kaptam egy régi barátomtól, mondta, hogy hát neki van egy csöves erősítője. Ő is ilyen nagy amatőr volt, mindenféle zenekari erősítőket készített. Szóval itt van ez a érdekesség, és ebben van mind kimenő, mind egyéb transformátor. Szóval az volt a koncepció, hogy az a baj, hogy ilyenkor a kamerán nem lehet bekapcsolni a fényt, amikor felvételt készítek. Szóval ez valamilyen fajta valami, vagy megy éppen valahová, ha úgy tetszik. És szóval gondoltam, hogy majd vagy összetákolom a kettőt, vagy egy TDA valami végfokkal megcsinálom sztereó végfokos erősítőre, aztán meghiúsult ez a dolog, úgyhogy én most azt mondom, hogy inkább egy lelkes amatőrre, adott esetben profi, az sem baj, bízom a készüléknek a további sorsát, úgyhogy ilyen szempontból egyébként kifogástalan, tehát minden alkatrész megvan, kivéve a transformátorok. Úgyhogy bízom benne, hogy valakinek meg fog tetszeni, úgyhogy örültem, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!